A Foci a Barátságért program jegyében a Debreceni Labdarúgó Akadémia U15-ös csapata előbb ezüstérmet szerzett a milánói tornán, az Atletikót például büntetőkkel verve, aztán ott voltak a San Siróban, úgyhogy élménybeszámoló jön Szaláncz Zoltán operatív igazgató, Bányász Alex és Sitkú László játékosok a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Zoli, ugye az Akadémia honlapján látom, hogy Európa 20 legjobb ilyen intézmények között vagytok. Ez mit jelent? Tehát milyen objektív mérőszámok alapján lehetünk erre ilyen büszkék? Mármint ezen a torna keretein belül, vagy amúgy is a Debreceni Labdarúgó Akadémia? Amúgy az Akadémia, igen. Hát igen, mert volt egy független cég általi felmérés, ami által a saját nevelési labdarúgóknak a száma alapján a Debreceni Labdarúgó Akadémia 20 Európa legjobb klubcsapata között van, illetve most egy Football for Friendship kezdeményezésen keretein belül a Gazprom 32 országnak meghívta az U14-es bajnokát, és velük egy ilyen gyermekfórum keretein belül volt egy közös ilyen kis 5+1-es torna, illetve az a fő eseménye a hétvégének pedig a bajnoki eldöntőnek a. Na igen, ez a három, de hogyha a kiinduló pontot néztük, vagyis akkor ezek szerint ez az Európa 20 legjobb akadémiája között van a debreceni, ez elsősorban ugye abból következik, hogy a felmérések szerint a legjobb arányban neveli a saját labdarúgókat. Az első csapat keretében. A klub számára, igen. Itt még annyit, szóval mit csináltok ti valószínűleg jobban mondjuk, mint a politikai szemefény felcsút? Hát ezt nehéz megítélni, de úgy gondolom, hogy mindig a saját értékeinket próbáljuk megvédeni. Tehát Debrecen az egy ilyen viszonylag zárt terület ott Magyarországon belül, és próbáljuk azokat a játékosokat, akiket mi nevelünk ki, minél hamarabb az első csapathoz eljuttatni. Hát akkor ez egy fontos filozófiai különbség. Persze, például, és ugye ehhez kell ragaszkodni. Na most akkor van ez a bizonyos mozgalom, és ennek eredményeképpen volt ez az utazás és ez a torna. Na de hogyha már itt volt a torna során, ugye Besiktas, Sparta, Prága, szóval a Mariborral játszottátok a döntőt, de az Atletico Madridot sikerült legyőzni, szintén büntetőkkel, mint a Realnak. Mennyire örültek a spanyolok? Hát nem örültek neki, hogy kikaptak, de mi többet tettünk meg a győzelemért, és küzdöttünk, és az eredmény is bizonyítja ezt. Hát bizony. Hát de mondjuk büntetőkkel nyerni, ahhoz mi kell, srácok? Szóval mennyit gyakoroljátok ti ezt, hogy higgadt legyen ilyenkor az ember? Nem sokat. Nem sokat? Nem, hát ez attól függ, hogy ugye milyen szituációban vagy, hogyha ez ugye elsőként dől el, vagy pedig ugye utolsóként rugod, akkor is nagyon nagy felelősség van rád, hogy merre rúgd, hogy betaláljál, meg nem azon kell gondolkozni, hogy a többiek mit gondolnak, csak a kapura kell koncentrálni. Ott mindent ki kell zárni abban a pillanatban. Igen. Miért sikerült? Ugye ez egy ilyen szűkített, tehát nem nagy pálya, meg 11 labdarúgó, hanem ahogy mondta, 5+1-es torna volt. Döntőztetek, ez gondolom, hogy megalapozta a BL döntő előtti jó hangulatot is, nem? Hát kikaptunk, az annyira nem. Az már nem, igen. Tehát de Atletico lettetek végül is, ott is. De élvezet volt azért megnézni egy ilyen BL döntőt, egy ilyen izgalmas BL döntőt, és ilyen két nagyszerű csapatot. Van-e ennek a tornának igazából szakmai relevanciája, vagy inkább ebben az esetben a játékosság meg a barátság a lényeg? Nehéz összehasonlítani természetesen a kispás és nagypás labdarúgás, de a labda ott is gömbölyű, ugyanazok a képességek kellnek hozzá, csak kevesebb játékossal játszák. Azért mindenképpen itt is kellett a játékosoknak az ügyessége, felkészültsége, amit a nagypás labdarúgásból tudunk átvinni. Számotokra milyen tanulságai voltak ezeknek a ti általatok játszott mérkőzéseknek, hogyha mindig valahogy össze kell mérni, hogy hol tart mondjuk egy Debreceni Akadémia, a magyar foci a nemzetközi elithez képest? Hát minden pillanatban koncentrálni kell, mert bármikor ellőhetik kispályán, és gólt kaphatunk, és ezért nagyon kellett koncentrálni, de szerintem semmivel nem vagyunk lemaradva, mint a nemzetközi elit. Ha koncentrálunk, és odafigyelünk, és csináljuk, akkor ugyanott vagyunk. Ez bizonyítja már az Atletikót, vagy a Besiktást is megvertük, egy nemzetközi top csapatot. Mennyire része egyébként ennek a korosztálynak, meg egyáltalán az akadémián a kispályás játék, meg a futszal, szóval ezeknek az elemeknek a használata a felkészülésben? Természetesen nem, az edzéseken nem csak 11-11-en játszanak a játékosok, hanem vannak kis játékok is, és azért onnan sok dolgot át lehet menteni ebbe a kispályás labdarúgásba, ebbe az 5+1-5, az 5 elleni szituációba, vagy 4-4 elleni szituációba. Na most BL döntő, melyik csapatnak szurkoltatok, urak? Real Madridnak szurkoltatok. Real Madrid természetesen. Ez jellemző volt egyébként a teljes lokira, tehát a többségben nem voltak a madridisták? Nem, inkább az atletikósok voltak. Tehát akkor itt van most csak madridista többség, amúgy a csapaton belül inkább atleti.
számotokra ennek a mérkőzésnek milyen tanulságai voltak? Hogy láttak a fiatal futballisták ezt a BL-döntőt? Nagyon sokat mozogtak, ugye látszott, hogy mennyit küzdenek, hajtanak, ahogy BL-nek is begölcsett már a meccségén a lába. Nagyon sokat helyezkedtek, ugye mozogtak, látszott, hogy mennyire komplikáltan összetartva játszanak, de egy kicsit többet vártam a Reától. Milyen értelemben? Támadásban vagy kreativitásban? Hát igen, arról itt beszéltünk az előbb, hogy másfajta taktikát választottak most, mert nyilván tartottak attól, hogy az Atletico-val összeütköznek, és hogy milyen lesz a kemény védekezés ellen játszani. Te hogy láttad? Hát nagyon küzdöttek. Diák újságíróként akár egy tudósítást is mondhatsz nekünk három mondatban. Nagyon küzdöttek, mindent megtettek a győzelemért, élvezték a nagy közönséget, és... Na most, akkor ez számodra érdekes volt, hogy a többségben atletisek vannak a srácok között? Hát voltak is ebből veszekedések, már igen? Az odaúton is persze, kikinek szurkol. Mi a stadionban az Atletico szurkolók mellett ültünk, közvetlen teszek a zászlónál. Ez egy kis csalódással töltötte el a srácokat, akik Real Madrid szurkolók voltak, de úgy gondolom, hogy az azért kárpótolta őket, hogy a stadionnak, ahogy néztem, azért a háromnegyed része fehérbe volt, és ez a Real Madrid szurkolókat jelentette. De voltak izgalmas viták a srácok között, hogy most ki fogja megnyerni a mérkőzést, főleg még a büntetőpárba előtt is még mentek a fogadkozások. Egyébként az ilyen fontos felnőtt mérkőzéseket akár a BL döntő szakaszában, vagy mondjuk akár a magyar NBA egy jelentős meccseit, azt ti meg szoktátok utólag nézni együtt? Szóval vannak ebből videózások, tanulások? Igen, de elsősorban a saját mérkőzésénket szoktuk megtekinteni, minden mérkőzését felveszünk a korosztályos csapatainak, és abból lehet inkább legtöbbet tanulni, hogyha a saját mozgásukat, a saját hibáikat vissza tudják nézni a srácok, és azt később maguknak a javára fordítani. Erről a mérkőzésről, erről a BL döntőről sokan azt gondolták, te is beszéltél itt a Real kapcsolatos csalódásodról, hogy hát szóval nem az év mérkőzése volt, nem láthatunk annyira szép és látványos, meg lendületes futballt. Erről mi a véleményetek? Hát inkább csak az érdekelt őket, hogy nyerik meg a trófát, ha már a Real Madridnek nem volt meg a bajnokság, meg a kizárták őket a kupából is. Az Atletico is nagyon meg akarta nyerni. Ez látszott, hogy jobban küzdött, mint a Real Madrid, és a végén nagyon csalódottak voltak a közönség és a játékosok is. Na most akkor ezek szerint hasonlót játszottatok ti is Milánóba kispályán, nem? Vagyis, hogy nem azt számított, hogy itt lehetek a legszebben futballozó társaság, hanem hogy eljussatok a döntőbe. Nekünk főleg az volt a cél, ugye, hogy első helyen végezzünk. Sajnos ezt nem tudtuk véghez vinni, de szerintem a Reálnak a játék alapján én azt vettem ki, hogy amikor ugye Ramos gólt rugott, akkor ugye ott visszaálltak bekkelni, és hagyták az atletikusokat támadni. Ahelyett, hogy ők is támadtak volna, és még szerezhettek volna egy-két gólt. És akkor ez valószínűleg eldőlt volna, vagy nagy esélyre eldől az a mérkőzés. Az megfordul ilyenkor a fejetekbe, hogy hát mondjuk 5-6-7 év múlva ilyen eseményen nem csak nézőként részt venni. Megfordult természetesen. Vagyis az ott van a célok között? Igen. Egy debreceni magyar focistának ilyen magas céljai vannak, hogy mondjuk a Lokival játszom BL döntőt, vagy hogy elmenjen minél hamarabb valami külföldi nagy csapatba? Hát elsősorban a Loki lenne a jó, de hogyha már külföldi csapatba szerepelhetnénk, az is egy nagyon nagy teljesítmény lenne. Én is így vagyok vele. És akkor Zoli, hogy kérdezzem végül, hogy mennyire van ezeknek a srácoknak erre esélyük? Tehát, hogy például ez a korosztály nálatok, ez jelentősen viheti többre majd, mint a jelenlegi magyar foci elit? Ez a 2001-es korosztályunk ugye annak a jogán jutott ki erre a gyerekfórumra, hogy tavaly megnyerte az U14-es bajnokságot. Tehát látszik, hogy azért vannak benne olyan tehetségek is, több korosztályos válogatottat is adunk ebben a korosztályban. Úgy gondolom, hogy minden esélyük megvan rá, ahogy ők is mondták, ilyenkor még nincsenek különbségek, ez már csak rajtuk múlik, hogy ezzel mi megpróbáljuk a szakmai hátteret megteremteni, és nekik az akaraterő kell hozzá, hogy később többre vigyék. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi is köszönjük.